Szendrey Júlia 1828. december 29-én született Keszthelyen. Itten a fehér papoknál vagyunk megszállva. Ez az ágam azon templomhoz volt építve, hol engem kereszteltek. Legalábbis István korából való ez a templom. És egykorai banditáké volt. Képzelheted, mi érdekessé teszi ez előttünk. De amilyen szép a táj, oly prózaiak az emberek. Nem csoda, hisz Magyarország legregényesebb asszonya itt született. A prózaiság Efészkéből származik. Így van keresztelésénől egy levélben Szendrey Júlia 1856-ban. Apja Szendrey Ignác gazdatiszt, anyja Gálomics Anna volt. Az édesanyjáról keveset tudunk, valami titok lappan körülötte, rosszul éltek Szendrey Ignáccal. A család a papa munkaadóinak, a festeticseknek köszönhetően jó anyagi körülmények között élhetett, és gyermekeinek idővel úri körülményeket tudott biztosítani. Júlia már 10 évesen a kor nemes leányainak intézeteiben sajátíthatta el honleányi feladatait, s 2 alkalommal Mezőberényben a Wendheim kastélyban működő leánynevelő intézetnek a tanulója volt. Tanulmányai befejeztével hazatért a családi házba, ekkor már Erdődre, miután apja a Károlyiakhoz került. Nagy Károly jelentette a szórakozási lehetőséget, a társaságot, a bálokat. A 2 barátnő, Szendrey Júlia és Téreni Mari levelezéséről sok mindent megtudhatunk. Petőfi első levélbeli említése Júliánál 1846. szeptember 22-én történt. De most ígéretem fő céljáról, azaz a szombati napról kellene írnom, de mondani igen sokat tudnék felőle, de írni hogy kezdjek hozzá, azt nem tudom még. Tehát, szombat délben jöttek Petőfi, Papendre és Riskó, és elmentek délután 6 órakor. Hát ez a fő, hogy jól mulattam, azt nevetséges volna még ideírnom, arról vagyis bizonyos vagy, hanem figyelmet kérek, furcsán érzem magam. Az a Petőfi gonosz egy fiú. Oly szenvedélyesen tud az emberre nézni, hogy vigyázzon a bal oldalára, különben annak úgyis tüzes lapos a fellázad ellene. És azt a száraz, hosszú, ilyesetetnél tehetetlen házat úgy kiveti onnan, hogy idő kell hozzá, míg ismét részt vehet az uralkodásban. Na hát ezt nekem senki sem mondta, tehát úgy egy kicsit elkéstem a vigyázással. Most veszem észre, hogy még nem is mondtam, hogy a házőr alatt az észt értem. Restaurációra Petőfi ismét Károlyba lesz. Ha tudnád, hogy örülök erre az időre? Igazán, ha nem ösmerném magamat jobban, azt hinném, hogy s vagyok. Hogyha már nem szeretsz, az Isten áldjon meg. De ha még szeretsz, úgy 1000-szer áldjon meg. Csillagnak születél magasban fényesen, belőle mint alant kis Bécs virág leszel. Hely csak szűk házamat virágosítja be, leány hozzám jössze, ifjú hozzád megyek. Nem akármilyen alkalomra kerülsült a mai napon a kulturális központunkban, hiszen egy Szendrey Júliáról szóló est fog itt kibontakozni hamarosan a szemünk fülünk előtt, hiszen egy zenés műsoros estről van szó. Szendrey Júliáról lehetne csinálni még zene nélküli estet is, akár csak a szövegekből. Teljesen másképp rajzolódnak ki, hogyha csak a róla szóló beszámolókat olvasnánk, Petőfitől vagy ugye a
a második házassága korából származó másoktól való írásokat. Ennek az árnyképét mi kivédtük. Talián Marianne és Lázár Balázs barátunkkal ezt a műsort úgy állítottuk össze, és arra törekedtünk, hogy árnyalt képet fessünk Szendrey Júliáról, a saját szavaival is festhesse magát, és a kortársak szavaival is. Tehát dialektikus lehessen a kép. Ez azért fontos, mert őt bizony a korabeli közvélemény Petőfi korában azért van, aki istenítette, és van, aki semmibe se vette. Petőfi halála és az újraházasodás idején pedig kifejezetten negatív sajtója lett, miközben, mint írónőt és kibontakozó tehetséget egyre többre becsülték. Ambivalens figurája a magyar közéletnek, érdemes nem csak egy műsort szentelni neki, és nagyon örülünk, hogy elhozhattuk Mezőberénybe, ahol ő iskolába járt, és képet adhatunk erről a nagyon izgalmas, bizonyos értelemben mondhatjuk, hogy igazi romantikus életpályáról, amelyben ilyen amazoni természet is vegyül a nagyon lírai szólamokkal, a saját versei is nagyon változatosak, néhány elhangzik szavalva, illetve énekelve, rendkívül izgalmas a naplója, a leveleik, amelyeket Petőfivel váltottak, de megtűzdelik ezt korabeli hadibeszámolók, újsághírek, Gyulai Pál néhány levélrészlete, kritika részlet, úgyhogy úgy gondolom, hogy őt mint művészt is, mint a feleségek feleségét is bemutatjuk, és még egy kicsit a milliót, ehhez próbálok én segítséget nyújtani, a korabeli zene néhány ismert vagy ma már kevésbé ismert dallamával, részben énekelhető Szendrey Júlia verseket, részben pedig énekelt Petőfi verseket, illetve a kor közköltészetéből, társas dalkultúrájából néhány elemet egy 19. századi gitár kíséretével, amilyenjük nekik is lehetett, meg akkor szinte, nem mondom, hogy mindenkinek volt, szegény Aranynak például csak diákkorában volt, meg időskorában saját gitárja, jól lehet, kitűnően gitározott. Úgyhogy úgy mondom, hogy aki tehette, annak volt ilyenje otthon. Ezzel próbáljuk ezt az izgalmas és a családon messze túlmutató történetet bemutatni. Csak mióta asszony vagyok, ismerem az élet legédesebb örömeit és legkeserűbb bánatait. Annyira különböznek ezek attól, amiket leánykoromban éreztem, hogy úgy tetszik előttem, mintha két egészen új érzelem lenne ez, amilyenről azelőtt még nem is hallottam. Leánykori bánataimra fátyolt vetett előbb-utóbb a remény, hogy sorsom majd megváltozik, hogy lehetséges oly jövőm, mi helyre hozza, mit szenvedtem. A boldogság csak mint könnyű pillangó röpkedett körülem, melyet elkaphatott magából a virágok sóhajából támadt esti szellő, vagy tarka szárnyain ringadott. Onnan minden pillanatban lebukhattam, mert nem volt biztosságom, mi fönntarthatott volna. De nem így van, mióta határképpen két élet áll előttem, jóban rosszban. Ezóta értem tökéletesen, mi az boldog lenni. Néhány nappal korábban, amikor a nemzeti dalt írtam, feleségem a másik asztalnál nemzeti fejkötőt vart magának. Talpra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabad. Ez a kérdés válaszat. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozott a kőcsapáig. Szerelmem, lelkem, életem.
Nem a dics vágyón engem tőled el. Fejemre már nem is férne a babér a boldogság teljes rózsáitól, és én le nem hajítom ezt azért. Isten veled, szép ifjú hitvesem, szívem, szerelmem, lelkem, életem, nem a dics vágy von engem tőled el. Tudod, belőlem az régen kiha. Hazámért ontom véremet, ha kell. Hazámért vívok véres fiatal. Isten veled, szép ifjú hitvesem, szívem, szerelmem, lelkem, életem. Ha senki nem védné is a hont, magamnak őtet védni kellene. S most, amidőn mindenki síkra szállt, magamban én itthon maradjak-e? Isten veled, szép ifjú hitvesem, szívem, szerelmem, lelkem, életem. Nem mondom én, gondolj férjedre, míg ő a honért s érted harcolni fog. Ismerlek én. Nagyon tudom, hogy egy gondolatod van, és az én vagy. Isten veled, szép, ifjú hitvesem, szívem, szerelmem, lelkem, élet. Te kapcakörül, főző, kanalat fogó teremtése az Istennek, asszony! Hogy érzed most magadat? Midőbb férjünk, kedvesünk fegyvert ragadva rohanom, hogy megmentésére véres harcot küzdeni. Most midőbb minden pillanat halálkozhat életünk legdrágább kincsére. Mit csinálunk? Mit csinálhatunk mi? Egyrészt, aki azt a ma hajnal óta erre elvágtató kocsit tanúsítják, batyuba kötve csöcsebecsét, sírva hagyja el lakhelyét, és futásban keres menedéket. Könnyeket sajtol ki belőlem a szégyen, hogy én is nemükhöz tartozom, hogy én is asszony vagyok. Mit csinálok én addig, amíg Sándorom oda van? Nem vagyok képes egyébre, nem engednek a körülmények szerelmemért többet tenni, mint szépen itthon ülni, kötni, főzni, rántásokat keverni és foltozni. Nem vágynék soha saját hírre, dicsőségre, ha Sándoromat követhetném. Ha csak véle mehetnék, merre ő megy, ha csak mindig láthatnám, élem. A szívem egyszerre szűnnék meg dobogni szívével. És a csata után még élne, hogy én lehetnék az első, ki őt üdvözelni. És elesnék, hogy karom lenne a koporsó, mely őt felfogná. És lelkem véle együtt halnék. Petőfia a szokott módon sétált fel alá a kiskertben, miközben fejben dolgozott, megírta a kisfia ugyancsak úrta életrajzát. Élt az ismerős helyi értelmiséggel való társalkodás örömeinek, bebekocsizott Gyulára a megyeszékhely, ahol tollforgatókat keresett fel. Modellt ült Petricsnek, két változatban is megfestett olajképéhez. Júliusban váratlanul betoppant Egressy Gábor és Ben Futár tisztje, Kis Sándor százados. Rövid tanácskozás után úgy döntöttek, hogy Erdélybe indulnak. Tordán Miklós Miklós református lelkész fogadta be Júliát a kisfiúba. Sándor utolsó levelének részlete. Marosvásárhely 1849. július 29-e. Kedves édes Júliskán. Eszempillantásban értem ide-vissza, 6 nap szakadatlan utazás után. Fáradt vagyok, kezem úgy reszket, alig bírom a tollat. Elmondom röviden utamat. Itt hallottuk, hogy Bemmel csapattal Moldvába ment, utána rugaszkodtunk. Bemmel Berecken találkoztam, megálltam Hintaja mellett, köszöntem neki, ő odapillantott, megismer, elkiáltja magát és kinyújtja felém karjait, én fölugrom, nyakába borultam, összeöleltük és csókoltuk egymást, mon fil, szólt az öreg sírva. A körülálló népség azt kérdezte Egressy Gábortól, hogy fia ez a generálisna? Szinte ma az útban mondta neked, nekem, hogy neked itt, Marosvásárhelyen csináljunk szállást, és idehozzalak. Nekem is ez a fő vágya. De míg erősebb lábra nem állunk a szomszédban lévő oroszok irányában, addig ezt tenni nem merem.
De mihelyt némileg biztos lesz a hely, ez lesz első dolgom, meg lehetsz felőle győződve. Hogyan vagytok, kedves, imádott lelkeim? Ha én hallhatnék valamit felőletek, ha lehet, ha valahogy csak szerét ejtheted, írj csak egy szócskát is, édes angyalom. Én nem mulasztom el az arra menő alkalmakat. Szopik-e még a fiam? Válasszátok el minél előbb, s tanítsd beszélni, hogy meglepje. Csókolom a lelketeket, és szíveteket milliomszor, számtalanszor. Imádó férjet, Sándor. Este jött a parancsolat számunkra. Indulni kell, magyar fiak, a harcra. Sírtam, mint az ápor eső, hogy tőled búcsúzni késő van. Korán reggel megüzött még a dolgot, riadták a kemény poroncsolatot. Indulni kell a csatára, csókot sem adtak szép szádra. Uram, tegnap este hallottam, hogy ön Törökországból jön. Bízva azon szíves barátság őszinteségében, melyen hajdan irántunk viseltetett, bátorkodom önt felszólítani, szíveskedjék engem körülményesen ügyünk ottani állásáról és férjemről tudósítani. Ön sokkal jobb hazafinak és embernek ismerem, semhogy szükségesnek tartanám önnek leírni azon forró vágyamat, valami bizonyosat hallani azok felől, míg szívemnek a legdrágábbak. Elképzelheti ön, ha mondom, hogy 4 hónap óta a legviszonyúbb kétségek közt élek, örökké aggódva férjem és hazám sorsa miatt egyaránt. Türelmetlenül várja önnek levelét, vagy még inkább személyes látogatását. Petőfiné, 1849. november 20-án. Az írás szavainak be kell teljesedni. Jó nap, rossz nap, egyaránt. Mint egy óra belsejében, úgy vannak elrendezve napjaink az életben. Miként egymás után hulló vízcseppek, oly meghatározottan egyformán csengenek a zene hangjai, s így meghatározottan egymásra következőleg folynak le napjaink, míg egyszer csak a lánc lefolyt. És akkor vége minden. De nem mindig folyhat le egészen a lánc. Néha még csak félig jutott, s akkor erőszakosan megszakad és elhal a zene. Vége az életnek. Mikor temetésünkről elmennek az emberek, még azt sem várják meg, hogy az utolsó göröngyöt sírhalmunkra vesse a sírásó kapály. Már nem emlékeznek ránk, csak arra, ami rosszat tudnak felőlünk. Hazamenet ez el is van mondva, aztán mindenki dolga után lát. Egyik vágyait kergeti, másik szenvedélyét elégíti ki, de egy se gondol rá,
hogy ma-holnap ő belőle sem marad egyéb egy kis sírdomnál a temetőben. Mit az idő ismét szépen leegyenged, hogy fölötte újra mást emeljenek. Forró lánga régi, aztán elhamvadni boldog szerelemtől. Miért nem ez a sorsom? Miért kell jéggé fagynom élet hidegétől? Csillagként lefutni, napként hanyatlani ég boltozatáról, eképpen elhalni, életből kimúlni pályazáradéktől. Föld porában csúszni, lábbal tapottatni, ez lett osztalékom. Növényként tengődni, férekként tenyészni, élet feladatom. Nyilatkozat az egyház kívánságára. Kijelentem, hogy legszorgalmasabb fürkészéseim és bizonyságot adó adataim tökéletesen meggyőzének afelől, hogy Petőfi Sándor az erdélyi csatában elesett. Helyte, a csata lefolyása után, a csatatért följárván a halottak között talált egy holttestet, mint öltönyei és alakja leírásából biztosan lehet férjem Petőfi Sándorénak elismerni. Pest, 1850. július 21-e. Aláírtam. Szendrei Júlia. Valahol igazságtalanság Szendrei Júliával szemben az, hogy mindenki csak Petőfi feleségeként említi. Most már azért a köztudatban egyre inkább bejön, hogy például az Andersen meséket, ha jól tudom, akkor ő fordította magyarra. És rengeteg tényleg, és színvonalas verset írt. Kitűnő példa, és egyet kell értenem, tehát ő mint női sors alternatíva is fölbukkan a 19. század közepén, tehát ilyet is lehet. Lehet az ember, hogy mondjam, a nagy özvegy állarca mögött egy teljesen hétköznapi és új életet kereső anya, akinek van egy kezdetben ígéretes, de utána rendkívül pocsékká váló második házassága. Ennek drámai emlékszövegei is felbukkannak a műsorban, mert így teljes, hogy ő sem csak Petőfi hajdani, szinte ilyen misztikusan harmadban megtalált kedvese és felesége, akiről csak az idilli versek maradnak, mert ő maga is a sorsában bizony szörnyű buktatókat szenvedett el, és ezeket az ellentmondásokat egy ilyen műsor nem hallgathatja el. Az írói életművében pedig különösen izgalmas, hogy valójában ezek a nyilvánosság elé nem szánt szövegek, a napló részletek, levelek, talán még jobbak, mint az egy néhány verse, amelyeket egyébként becsültek, és a kitűnő Andersen fordítások többek közt. A végén egy Camisso fordítás is elhangzik énekelve. Talán felvillantjuk, hogy bizony neki a tolla igen virtuóz és profi volt. Részlet Nagy Ignác a Hölgyfutár szerkesztőjének írásából. Egy barátunk szép özvegye nemrég második házasságra lépvén egy élő barátunkkal, azon tanakodtunk, hogy a mennyasszony tartsuk épp boldogabbnak, vagy a főlegényt. E habozás közt végre azon határozathoz jutánk, hogy alkalmasint legboldogabbnak tarthatjuk barátunkat. Ám de nem az élőt, hanem az elhunytat. Részlet Gyulai Pál Szász Károlyhoz 1850. szeptember 14-én írt leveléből. Ó, asszonyok, tévd el levelemet, melyben Petőfinéről írtam. Mint hazugság az, én szégyellem a gondolatot, az érzést, mely ez asszony védelmére és becsülésére támadt lelkembe. Első találkozásomat vele leírtam, leírom a másodikat is. Auguszt elején bemegyek Pestre, s ígéretem szerint meg akarom látogatni. Elmegyek Garaiékhoz, gondolva, hogy ott találom. Garaiék fürdőre mentek, s az otthon maradt szobalány értesít, hogy Petőfiné a Horváth Árpád szállásán lakik. Én azt hittem, hogy Horváth, mint hogy neki két szállása van, egyik a Svábhegyen, másik Pesten, talán egyiket Petőfinének engedte át. Az ajtót zárva találom, kopogtatok. Horváth Árpád kinyitja az ajtót, és alig ismer meg. Én Petőfinét kívánom meglátogatni, szólok. Á, ön az, mindjárt megjelentem, elfogadhatja-e. Leülök és várok.
A szomszéd ajtó megnyílik, s én Petőfini előtt állok, ki nem a legszívesebben fogad. Néhány közönyös szót váltunk, egyszer csak kérdi Petőfiné. Mióta van Pesten? Ma délben érkeztem. És nem hallott semmit? Még barátaimmal nem találkoztam. Ön hát semmit sem tud. Nem? Én tegnap óta Horváth neje vagyok. És ön az első vendégem. Sajnálom, hogy én vagyok az első vendég. A nem boldog ember, mint amilyen én is, rossz ómen. Alig tudtam haragomat és megvetésemet fékezni. Sok mindenről beszéltünk, s némi célzások nem maradtak el. Horváth Árpád kimegy, ketten maradunk. Ekkor menteni kezdi előtte magát, költői frázisokkal és szofizmákkal, melyeket Sand regényeiből tanult, és melyek csak a magára való alkalmazás által lettek azok, miknek címezik. A pamlak fölött három kép függött. A Kossuthé, Bemmé és Petőfié. Én a Petőfi képen nézek, aztán leáll. Lesüti szemét, aztán mély gyűlölettel néz rám. Én mosolyogva a napi eseményekről beszélek. Férje belép, néhány szót váltunk még, és elbúcsúzom. Mikor néha, igen ritkán, hosszasabb ideig házi foglalatosságaimtól szabad vagyok, s pár napig hévvel örömmel kezdek valamit írni, egyszerre csak legyőzhetetlen lomhaság fog el. És csak hogy fölmentsem magam munkám folytatása alól, én széttépen elégetem azt. Miért is vegyek olyankor tollat kezembe, mikor az írás munka nem élvezett előttem? Vagy nem olvassa kívülem soha más, vagy ha igen, talán pár unalmas percet szerzett szegénynek fáradtságot. Ellenben néha, az igaz, majdnem legyőzhetetlen vágy gyötör, hogy gondolataimat, érzelmeimet szavakba öntsem, mint egy élve megtestesülve lássam azokat, fájdalmimat, örömimet visszaadva, mint egy megosztva velem. Hanem ilyenkor, mikor ezen biztató hit bátorságot önt belém, ilyenkor többnyire elkezdett munkával vagyok tele. Mit haladék nélkül bevégezni, kötelességemnek tartok. Én nem feledhetem ilyenkor, hogy nem írónő, hanem anya, feleség, háziasszony vagyok, hogy gyerekeim, férjem s háztartásom van, s hogy kötelességem mindenek fölött ezeknek szentelni időmet s két kezem munkáját. Írói tehetségem igen kétséges, bizonytalan. Mint író, tehát nem használnék soha semmit a világon. Így pedig, mint nő, mint anya, hivatásomat teljesítve tisztaságot, rendet, jólétet teremthetek házam népe körül. Mint házinő, helyen, mint élet, betölthetetlen más által. Minden pillanat, mint írói foglalatossággal töltenék, tőlük lenne elvonva. Pedig nem tartozom-e nekik szentelni szívem minden dobbanását, életem minden percét. És hogyan merjem ezt megszedni, mikor nem tudom, hogy mint írónő, bírnék-e némi képességgel. Legyen az bár oly szerény, mint egy kis vakontúrás. Az asszonynak nincs más kötelessége, mint a férj kéjvágyát kielégíteni. És hogy az asszonynak a kéjvágy kielégítésében lehet, s kell csak boldognak lenni. Hát legyen meggyőződve az, ki ezen elvet vallja Horváth Árpád, s ki azt előttem, mint férj, oly sokszor hangoztatott. Ha olyannak ösmertette volna meg magát előttem abban az időben, mikor ellenkezőleg minden szavában kegyelet, erőzékenység, benső részvét, gyöngétség, figyelem, meleg, rokonszem, tisztelet voltak hangoztatva. Én hittem, hogy hangoztatott szavai igazak, és nem csak frázis. De mely hitemből állati és durva bánásmódja, brutális követelései és kifejezései oly keserűn ébresztettek föl, midőn neévé lettem, midőn kijelenteni hallottam. Most már nőm vagy, és én a te parancsoló urad, törvényhozód, és én boldog akarok lenni. Akkor ez valahol egy elégtétel neki is, gondolom én, amit szántok, de ön úgy látja, hogy most már azért egyre inkább felismerik az ő jelentőségét?
Úgy tűnik, igen, a jubileum előhozott érdeklődőket, szakmabeli, vagy így az ismeretterjesztés világából is többeket, helyt kapott műsorokban, színpadi, vagy akár más műsorokban, megjelent a verseinek a kritikai kiadása, ami egy szintén égető hiány volt. Nem azért kell ezt forszíroznunk, mert Petőfi versenytársát kell előhúznunk a hallgatásból, vagy a homályból, tehát erről nincs szó természetesen. Viszont árnyaltabb képet adhatunk valakiről, aki önmagáért is valaki volt, akit akkor is számon tartanánk, ha véletlenül nem Petőfi felesége és özvegye. Valószínűleg egy tehetséges Petőfi követő, vagy ő vele direkt néha szembe is menő, hiszen rengeteg mindenben már az kezdetén sem voltak egy nevezőn. Tehát a nagy kulturális és egyéb különbségek forradalma is ez. Tehát azt is mutatja, hogy egy ilyen ifjú párocska mennyi mindent meg tud tenni egymásért, mennyi lépést tehetnek a nagyon különböző világokból egymás felé. Kulturálisan, emberileg, és ez mekkora nyomot hagy a következő évtizedekre, mennyire autonóm személyiséget nevel egy amúgy ettől függetlenül sokszor áldozati szerepbe kényszerülő asszonyból. Ha ebből a műsor, most itt ezek ilyen metaszavak, mit se érnek, ha a műsor egy picit föl tud villantani a nézők számára, és elgondolkoztat ezeken, akkor már nem dolgoztunk hiába. Hát igen, úgy menjünk el erről az estéről, hogy nem csak Petőfi felesége, hanem egy önálló individuum, aki nem is akármilyen alkotó volt. Köszönöm szépen! Én is köszönöm, és ezt kívánom pontosan. Attila fiam levele apjához. Kedves apa, szegény mamának nagy fájdalmai voltak, de későbben jobban lett. Balla doktorral határozottan fel akar hagyni és más orvoshoz folyamodni, és azt mondta, hogy más orvosok azért nem akarják őt elvállalni, mert Vallát nem merik megsérteni, hogy Valla semmit sem gondol vele, hogy valamely más fiatal orvoshoz akarna folyamodni, és ezt meg is mondta a nagytatának, ki ott volt. Mondta szegény, hogy milyen borzasztó reálnézve látni a napról naprai feloszlás. Hogy csak azért szeretne élni, hogy minket boldognak és egészségesnek lásson. Nagyon szeretné, ha ott lennénk. Igen jó irántunk, szegény, szerencsétlen mama. Kezeit csókolva jó hét kívánok, kedves apának szerető fia, Attila. Árpád fiam verse. Kedves anyám, édes, kedves, jó anyácskám! Éltessen az Isten, éld meg jövőre a napot, piros egészségben, piros egészségben, s virágos kedvben. Édes, kedves, jó anyácskám, szeress mindig engem. Légy boldog, nagyanya, egy arany menyegszőt még azt is feled el, hogy betegség gyötrött. Csak azt ne feledd el, hogy én úgy szeretlek, mert én is tégedet soha nem feledlek. Holtig hű gyermeket maradok én mindig, fiaid közül a fiatalabbik. Bármerre nézek, mindenütt az emberek oly boldogok. Igen, igen, meg lehet, hogy én magam is az vagyok. Hát hogy is ne volnék. Soha éhséget még nem szenvedék, és hol annyian éhen halnak, ez már elég. Télen van fűtött szobám, nyáron fagylalt, amennyi kell, az élet ennyi java közt, okot panaszra még kilel. Néha beteg vagyok, igaz, ám te élet, és ezzel, aki e világra jöhetett, nem mindenki dicsekhetik. Szeretnek is, oly annyira, hogy sokszor így töprenkedem. Gyötörre úgy 100 gyűlölet, mint én gyötör. Egy szeretem. Mi a családot illeti, abból is kijutott elég. Gyümöstől törjékpár az ág, ég áldás az, nem egyéb. Igen.
igen, boldog vagyok. Mindenből csak azt látom én. Csak egy hiányzik. A nyugalom. Ott lenn. Nem a sír fenekén. Horváth Árpádnak kelt utolsó levele után még 4 napot élt és szenvedett. A fájdalom annyira eltorzította arcát, hogy lánya, a kis Ilonka, mikor utolsó napjaiban meglátogatta, megijedt tőle és sikoltozva elszaladt. Halála pillanatában a hűséges titkár volt csak mellette. Csendesen, haláltusan nélkül távozott 1868. szeptember 6-án. Rá 3 napra 9-én temették. Az apa, Szendrei Ignác, Petőfi Zoltán és a sógor Gyulai Pál, aki időközben elvette Júlia húgát, Máriát, állt a koporsó mellett a sírnál. Attilát és Árpádot nem hívta haza az apja. Fejfájára kívánsága szerint csak ennyit írta. Szendrei Júlia. Él 39 éve. Nagy gyermek, hagyd folytatni úton, a hidegest már közelebb. A napnak nem sokára vége, én majd csak ott lett pihenem. Dalait miért dalolni végem, e hangokat nem értem én. Miről beszéltél szerelemről, e szót én rég elfeled én. Emlékezvén még múlt időkre, azt hiszem édes szó lehet. De most folytatom kell az úton, mely mindenkit haza vezet. Az én útam áll lefelé tart, fáradt lábam halig viszel. A régi tűz kiégett immár, óránként inkább. Érezem, nagy gyermek, hagyd folytatni úton, a hideg est már közelebb. A napnak nem sokára vége, s én majd csak ott lenn, pihenem.